Száraz György könyvei, a magyarok beavatása, a kiválasztottak titkos tudása, Istenek beavatásai, az élet mágikus alapelvei. Kopernikusz betiltott könyve, 1616. március 5-e. A cikket felolvassa Száraz György, spirituális tanító. Nikolaus Kopernikusz, 1473-1543. Lengyel csillagász, valóságos tudományos forradalmat indított el. Olyan zseniális elmékkel együtt, mint amilyen Galilei, Kepler és Newton, egy olyan új világkép alapjait fektette le, amely szúrta a korabeli egyház szemét. A méltán elhíresült heliocentrikus világkép szerint a nap körül kering a Föld és a többi bolygó, míg a Hold a Föld égi kísérője. Az égi pályák körforgásairól címet viselő könyvét a katolikus egyház betiltotta. Ezt a művét első ízben 1543-ban publikálta Nürnbergben, és ezzel igencsak nagy feladat elé állította a tudományos gondolkodást. A mű hat részből áll, melyek témái a következők. A napközpontú modell, csillagos ég bemutatása és fogalomtár, a nap látszólagos mozgása és a precesszió, a hold mozgásai és fogyatkozásai, a bolygók mozgását tárgyalja az 5. és a 6. rész. Ez a teória kétségbe vonta a vallásos gondolkodásmódot, mely szerint az az ember áll minden dolog középpontjában, akit Isten alkotott. Megjelenésekor még nem váltott ki nagy vitákat e könyv, ennek oka részben abban keresendő, hogy a pápának ajánlotta. Amint azonban Galilei megkezdte csillagászati munkásságát és közreadta felfedezéseit, melyek alátámasztották Kopernikusz teóriáját, a könyvet átmenetileg felfüggesztették 1616. március 5-én, ami egy rendelet, vagyis hát egy dekrétum formájában is kifejezésre került, amely Kopernikusz elméletei ellen szólt. A római inkvizíció Galilei ellen folytatott pere után Kopernikusz könyvét betiltották, és a tiltott könyvek listáján maradt egészen 1835-ig. Az 1543-ban eltávozott Kopernikusz sohasem tudta meg, hogy könyve mekkora port vert fel. Úgy tartják, hogy egészen a haláláig nem kapott könyvéből publikált másolatot. Az eredeti kézirat a világ számára 300 éven keresztül elveszett. Valójában azonban Prágában pihent a 19. század közepéig. Kopernikusz az euklideszi matematika segítségével oldotta meg a felmerülő nehézségeket, s végül sikerült a ptolemaioszi világképnél jobbat alkotnia. Igaz, tévedett, amikor kitartott amellett, hogy bolygók körpályán mozognak, de Kepler ezt is korrigálta. Reméljük, hogy a jövőben semmelyik egyház és világi hatalom nem fog azoknak a nagy felfedezéseknek az útjába állni, amelyek közelebb viszik az emberiséget a valósághoz. Figyelmetbe ajánlom az Istenek beavatásai, az egyiptomi misztériumiskolák, a magyarok beavatása, a kiválasztottak titkos tudása, valamint az Élet mágikus alapelvei című könyvemet. További hasonló érdekes témákkal találkozhatsz a Száraz György című YouTube csatornámon, vagy ellátogathatsz a napvallás.hu és a boldognapot.hu oldalaimra is. Köszönöm a megtisztelő figyelmedet, Száraz György voltam, boldog napot!